Több helyen is dolgoznak a munkagépek a vízpartokon. A Mosoni Duna partszakaszainak rendbetétele és a Lajta vízgazdálkodási rendszerének rehabilitációja mintegy 6 milliárd forintból valósul meg. A két projekt egymással párhuzamosan folyik. A munkálatokat 2014 végéig be kellett volna fejezni, de ez a vállalkozókon kívülálló okok miatt nem sikerült. Sajnos már 2013-ban az árvíz elég komolyan késleltette a munkát. Múlt évi időjárás is rendkívül csapadékos volt, hiszen gyakorlatilag kisvizes időszak egyáltalán nem volt múlt évben. Ez is hátráltatta a feladatok elvégzését. A vízállás most alacsony, így pedig a munka is jobban halad. Ha minden jól megy, akkor a feladatok nagy részével májusig végeznek majd, míg a projekt teljes lezárása szeptemberre várható. Németh József elmondta, a legfontosabb az volt, hogy a Mosoni Duna partszakaszai vízgazdálkodási szempontból fenntarthatóak legyenek. Vízgazdálkodási szempontból egy fenntartható partszakaszt szerettünk volna kialakítani. Nyilván egyeztetve az önkormányzattal egyéb igényeknek is szerettünk volna megfelelni. Ezért is készül el ez a víz közeli partka, ami azt gondolom, hogy sokkal inkább az ide látogatóknak, az itt élőknek egy sokkal használhatóbb, egy élvezhetőbb vízparti élményt fog nyújtani. A rehabilitáció során nem csak a városban található partszakaszok újulnak meg. A munkálatok alatt 103 km hosszan bővítették a Mosoni Duna medrét, és új medreket is kialakítottak. Sőt, a rehabilitáció során egy korábban kihaltnak itt halfajt is megtaláltak, a lápipóc fennmaradását egy mesterséges félsziget kialakításával szeretnék segíteni.